Rádióegyetem. Bibliai kánon és vallásfilozófia. A holtengeri tekercsek. Tatár György előadása. Közvetlenül világunk eddigi legpusztítóbb általános égése után azonnal történik, de tényleg azonnal, 46-ban és 47-ben két egészen gigantikus felfedezés, ami persze nem akkora felfedezés, mint nem tudom, az űrhajózás, de teljesen más dimenzióban igenis az. Ez a két dolog, ez két szó jelöli, az egyiket úgy hívják, hogy Qumran, erről nyilván bizonyára valamivel többet tudnak, a másikat úgy hívják, hogy Nag Hammadi. A Qumran az ismeretes módon a Holtenger partján van, ma Izraelben, Nag Hammadi az Luxor közelében van Egyiptomban. Mind a kettő tökéletesen véletlenszerű felfedezés, bár igazán részleteiben csak a Qumrant ismerem. A Qumran alaptörténetét azt nyilván mindenki ismeri, 1947-ben, innentől kezdve tekintsék kurziváltnak, amit mondok, ami azt jelenti, hogy tökéletesen bizonytalan vagyok benne, hogy egy szó is igaz a felfedezés történetéből. A felfedezés története ugyanis úgy hangzik, hogy beduin pásztor fiú elveszett juhát keresi, innentől gondolom bárki már megkonstruálja a történetet. Felmerül benne a gyanú, mikor meglát egy barlang szájat, hogy hát ha oda ment be a szegény birka, elkezd, amit egy beduin kisfiútól ugye teljesen logikus, kavicsokat kezd el haigálni a barlangba, és egyszer csak hallja, hogy a kavics összetört valamit oda bent. Erre beduin kisfiú bemegy a barlangba, ahol ilyen körülbelül földtől eddig érő hatalmas csöbröket fedez fel, az egyik csöbör összetört a kavicsától, és hát belenéz a csöbrökbe, több ilyen csöbröt talál, és úgy látja, hogy tele írott tekercsek vannak bennük. Na, így indul a qumrani úgynevezett holtengeri tekercseknek a felfedezése, és azzal együtt, hogy pár évvel ezelőtt Izraelben olvastam egy konkrét cikket erről a pásztor fiúról, ott volt egy aggastyánnak a fényképe, és a cikk bejelentette, hogy a qumrani tekercsek hajdani kisfiú felfedezője íme meghalt. Én továbbra is mélyen megbarogatottam, hogy egy betű nem igaz az egész történetből. Egyszerűen azért, mert, hogy mondjam, némi túlzással, ha a Bibliát fölcsapjuk, akkor találkozunk ezzel a történet, ezzel a típusú történettel, garmadával, de minden egyéb közel-keleti mese, történet, ezzel egy éjszaka színültig tele van ezzel a típusú véletlenszerű felfedezéssel, ahol mindig valaki egy elveszett birkát keres, nem részletezem. Tehát az én verzióm, amit semmivel nem tudok alátámasztani, de azért közkincsé teszem, természetesen azt, hogy az egész közel-keleten megszámlálhatatlan ősi sírrabló dinasztia van, akik kincskereséssel foglalkoznak sok-sok nemzedék óta. Na most itt is bekövetkezett, tehát az anyag egy része az kikerült a csempészműkereskedelem kezére, ez a legváltozatosabb módokon sikerült a jelentős részét begyűjteni, és ez igazából egyszerűen azon múlt, hogy egy darab tekercs töredéket, bár egy jókora tekercs töredéket valamikor az 50-es évek végén megmutattak egy Szukenik nevű izraeli filológusnak és régésznek, aki megnézte ezt a tekerset, és azt a megdöbbentő megállapítást tette, hogy ez nem csak, hogy nem hamisítvány, de hogy ő szerinte vagy a Krisztus előtti első századból, vagy a Krisztus utáni első századból való Biblia kézirat. Ha most ez fontos tudni, hogy a körülbelül a 8. századnál régebbi Biblia kéziratunk egyáltalán nincs. Tehát ez valami egészen megdöbbentő felfedezés volt, és akkor a legkülönbözőbb, hogy mondjam, frontokon hajsza indult, hogy begyűjtsék ezzel az iratokat. Egyrészt az izraeli hadsereg kivonult Qumran környékére, ahol aknakereső műszerekkel és stb. Elkezdték szisztematikusan átkutatni a barlangokat, tömegével kerültek elő még ilyen csöbrök, tehát pillanatok alatt kiderült, hogy a judeai sivatag tele van barlangokkal, és a barlangoknak egy számottevő része, ami nincs messze Qumrantól, ott találtak is különböző dolgokat. A másik az a titkos műkereskedelem és műcsempészet volt. Ott végül New Yorkból sikerült két igen fontos kéziratot, csillagászati összegér megszerezni,
És végül a legimpozánsabb az egy galileai rajtaütés volt, egy kommandó, egy beduin csoporton rajtaütött, és a sátor alatt elásva megtaláltak még kéziratokat, amik bizonyíthatóan ugyanebből a leletegyüttesből származtak. Na most, ez még eddig nem hasonlít a filmekhez, tehát nem is azért adtam elő. A lényeg az, hogy létrehoztak egy nemzetközi tanácsot, amit a Vatikán vezényelt, ez nagyon fontos a történetben, és összegyűjtötték, amit csak lehetett, egyébként Ammanban. Ammanban? Nem. Nem tudom, de Jordániában az biztos. Szóval Jordán területen, és úgy tudom, hogy semmi hülye vagyok, Kelet-Jeruzsálembe, ami akkor Jordán megszállás alatt volt. Effektíve Jordánia anektálta is. Tehát Kelet-Jeruzsálemben a Rockefeller Múzeumban összegyűjtötték az összes rendelkezésükre álló kéziratot, kézirattöredéket, tekercstöredéket, amit akarnak, és létrehoztak egy vatikáni irányítással működő tudományos bizottságot, aminek az érdekessége az volt, hogy egyetlen neves tudós sem szerepelt köztük, de csak is és kizárólag katolikusok. Ez ugye körülbelül 950-ben valamit most mondok, 970-ig senkinek nem engedtek betekintést a kéziratokba. Hát mondanom se kell, hogy a világsajtót lassan elkezdték elönteni komoly olyan tudományos jellegű publicisztikák, mint amilyen filmekről most beszélünk. Tehát magyarul, hogy valami kiderült a kereszténység kezdeteiről, amit az egyház el akar titkolni. Na most az én személyes véleményem szerint elsősorban az individuális tudományos becsvágy volt az egyik döntő oka ennek a lefedettségnek, párosulva a... Hát ez, amikor az egyház kezd el régészeti kutatásokat irányítani, az ugye sokban hasonlít arra, amit most teszem a saját hazánkból ismerünk, mikor a kultúrát elkezdik államtitkárok irányítani. Magyarul a hülyeség is vastagon elkezd belejönni. Tehát például a kumráni régészeti feltárások vezetője egy bizonyos Deveau nevű nagy francia katolikus tudós, aki valóban egészen kiváló tudós, én számos művét olvastam, rengeteget lehet belőle tanulni, de nem régész. Most ez egy elképesztő ötlet, nem tudom, próbálják elképzelni, amint egy filológusra rábízzák egy komplett telep régészeti feltárását. Erről ma mindjárt mesélek, hogy ez miféle hihetetlen melléfogásokat képes eredményezni. Én sem vagyok régész, de mondjuk én nem vállalnám el. Viszont mondjuk próbálják elképzelni, akkor azért a poén kedvére ezt elmesélem, hogy egy épület alapjai maradtak meg, ott kemény feltáró munkát folytattak Deveau vezetésével a régészek és munkásaik, és találtak egy valamit ebben a teremben, ami leginkább egy íróasztalhoz hasonlít. Bevallom maguknak, hogy én rá nem jöttem volna, hogy ez íróasztal, amíg alá nem írták a képnek, hogy ez egy íróasztal. Körülbelül úgy, mint a Mici Mackóban, kedvenc illusztráció. Mici Mackó ül a kádba, ha emlékeznek, a kád mellett van egy szőnyeg, és a szőnyegen az a felirat van, hogy ez egy szőnyeg. Most ettől kezdve nem lehet többé másnak nézni. Jó, fogadjuk el, hogy íróasztal. És akkor megállapítja, hogy vagyis ebben a teremben írták a tekercseket. Ez egy teljesen logikus következtetés. Most az íróasztal kb. Akkora, mint egy tehén, szóval tényleg marha nagy. Az egész dolog addig tartott, amíg egy régész véletlenül meg nem nézte sok évvel később az asztalt és a termet, és fölvetett egy nagyon egyszerű kérdést, ami azt hiszem egyikünknek se jutott volna eszébe, mert mi nem vagyunk régészek. Nevezetesen, hogy honnan tudja, hogy ez az asztal abból a teremből való, ahol ő megtalálta. Egyszerűen azt a kérdést vetette fel, mi van akkor, ha emeletes volt az épület, ez egy emelettel feljebb volt, és még összedőlt az épület, akkor leesett. Ez tipikusan olyan, amin egy régésznek el kell gondolkodnia, mert hogy ugye ókorról van szó, az épületeknek majdnem mindig csak az alapjaival van dolgunk. Mindig számolni kell azzal, hogy mi van, ha emeletes volt az épület. Nem tudom, világos-e a dolog. Súlyosbítja a dolgot, ez eddig csak hülyeség. De súlyosbítja a dolgot az, hogy még egyszer mondom, egy nagyon nagy katolikus tudóssal állunk szembe, aki, amikor feltárták, és hogy mondjam, úgy elrendezték, látogathatóvá tették Qumránt,
ezt most saját tapasztalatban mondom, legalább 10-szer voltam már Qumranba, ebbe a teremben letűzött egy táblát, mint minden rendes ilyen múzeumi helyen, mondjuk Aquincumban is szokás. Ez a tábla a mai napig ott áll, tavaly láttam utoljára. Egy tábla, amit rávindul, hogy szkriptórium. Ugye teljesen logikus, hogy ettől a pillanattól kezdve egy, soha többé nem vagyok képes elfelejteni, hogy ja, itt írták a tegercseket. Mert hát ez egy szkriptórium. De ennél súlyosabb a helyzet. Nem tudom, asszociatíve mit mond maguknak az a kifejező szkriptórium. Szkriptórium az a kolostorokban van. A kolostorokban dolgoznak a szkriptóriumban. Mondjuk a könyvtárnak egy mellékhelyiségében a szerzetesek. Az, hogy ráadásul hogyan nem héberül, nem franciául, nem angolul írta rá, hanem szkriptórium, szép középkori latinsággal, ettől kezdve egyetlen turista vagy látogató sem képes megszabadulni attól az ideától, hogy itt egy ilyen szerzetesi közösség élt Qumranban, az úgynevezett qumráni közösség, amelynek itt volt a szkriptóriuma. Nem tudom, világos-e a dolog. Ebből már automatikusan következik például, hogy föl nem merül bennünk a kérdés, hogy lehettek-e itt nők. Voltak-e netán gyerekek? Magyarul a közösség egyszer s mindenkorra átváltozik a számunkra egy ilyen, hát fogalmazunk pontosan, világtól elzártan élő, szelíd, fűevő emberközösséggé. Ez egyszerűen maga, pusztán amiatt, hogy oda tettek egy táblát, a szkriptórium. Akkor folytatom már ezen a vonalon, mert ez egészen impozáns. Valamikor a 70-es években a fejére csapott egy régész Chicagóban, a Chicagói Egyetemen, Golbnak hívják a pasas, aki írt egy hatalmas könyvet, azon a címen ajánlom mindenkinek, Golb. Nem, a keresztnevét elfelejtettem. A könyvnek az a címe, hogy Who Wrote the Dead Sea Scrolls? Ki írta a holtengeri tekercseket? És egy hatalmas kérdőjel. Ez egy kb. Olyan 300 oldalas, egészen nagyszerű könyv, ami hát részletekben menően tárgyalja a Devaux-ék összes régészeti, hogy mondjam, baromságát, aminek következtében például ma már nem tudjuk többé megállapítani a régészetileg a legalapvetőbb kérdést, mitől pusztult el Qumran? Hát azért ez egy nem jelentéktelen kérdés, láthatólag valóban közösségi épületek sokasága, ez egy jelentős telep lehetett, ez egy platón van, ahonnan lelátni a holtengerre, és mögötte pedig elképesztő sziklák, tele barlangokkal, amik tele voltak kéziratokkal. A Golb ilyen kérdéseket vett fel, hogy azért jó lenne tudni például, hogy harcban pusztult el a közösségnek ez a helye. Nem utolsósorban azért, mert ugye a békés fűevőkről valami képet kéne kialakítanunk, hogy az elég jól megfogható ugyanis, hogy körülbelül 6 időszámításunk szerint 68-ban ürült ki és szűnt meg létezni, idézőjel a qumrani közösség. Na most a problémánk ezzel az, hogy ugye 66-ban tört ki a nagy júdeai háború, és 70-ben ér véget Jeruzsálem elpusztításával. A kettő között szűnt meg minden jel szerint. Qumran élni, működni. A dolgot még komplikálja az is, hogy Qumrannak van egy elég jelentős méretű temetője. Na most ugye itt mindenki gondolom azonnal kapcsol, hogy hát akkor nem kérdés, akkor meg tudjuk állapítani, voltak-e nők és gyerekek, föl kell nyitni a sírokat. Na ez az egyetlen dolog, amit sajnos Izraelben nem lehet ilyen egyszerűen megcsinálni, mert a vallásos közösség azonnal elkezd hörögni, hogy nem lehet megbolygatni a sírokat. Én nem értek hozzá, hogy lehet-e sírokat esetleg más módon is vizsgálni. De a lényeg az, hogy összeszámolták, a feltáratlan sírok száma körülbelül 1000. Na most, ha tudnánk, milyen összetételű, és körülbelül mekkora volt ez a közösség, akkor ki lehetne számítani, hogy mégis mennyi idő alatt jön össze 1000 halott. Hát azért ehhez nagyon hosszú ideig kell valószínűleg fennállnia egy közösségnek. A nők és gyerekek esetleges jelenlétéből lehetne következtetni arra, megint csak a fűevő világtól elzárt szelíd szerzetesi közösség itt a probléma, hogy meg kéne oldani azt a kérdést, hogy hát ha ilyen sok halottja volt, ilyen hosszú időn állt fenn, akkor mégiscsak egy létező kérdés, hogy honnan rekrutálódott. Tehát ha voltak nők, akkor oké, akkor lehet, hogy egy közösség szaporodik.
ha nem voltak nők és nem voltak gyerekek, akkor ennek valamilyen módon a külvilággal igenis kapcsolatba kellett állnia, mert egy, hogy mondjam, nincs az a szerzetesi kolostor, ami előbb-utóbb ki nem hal záros időn belül, ha kívülről nem jönnek hozzá szerzetesek. De mindenről sajnos semmit sem tudunk. Az én legjobb tudomásom szerint a körülbelül 1000 sírból, azt hiszem olyan körülbelül 12 van feltárva. Szóval idáig sikerült eljutni. Ebből az egyik csontváz határozottan nőnek látszik. Ha nem hülyítjük egymást olyasmivel, mint néhány évvel szerintem a maguk születése előtt már egyszer megtalálták Petőfi csontvázát, ha erre talán emlékeznek, amiről kiderült, hogy mongol női csontváz. Ráadásul jóval fiatalabb, mint Petőfi egyébként fiatal életkora, amiben eltűnt. Tulajdonképpen ebben a pillanatban szerintem a szakirodalom körülbelül odáig jutott el ez az egyetlen nőinek tűnő csontváz miatt, hogy nyilván a takarító nő. Tehát nem tartozott a közösséghez. A legbámulatosabb ugye az egészben az a makacs kitartás, amivel mind a mai napig az egész tudományos közösség, az egész kumranológia meg van győződve arról, és ez feltörhetetlen, hogy volt kumráni közösség. Ez egy kulcskérdés az egészben. Na most ehhez képest a régész, ez a golb, ez világosan legyen, hogy végigjárta az egész terepet. Én ezt ellenőriztem, hát amennyire nem régész szemmel ellenőrizhető. Azt mondják, hogy először is Kumránban nincs lakóépület. Most ez azért egy elég súlyos megállapítás. Ez egy nagy kiterjedésű telep, amiben van idézőjel szkriptórium, van egy nyilvánvalóan ebédlő, ez valóban nem lehetett más, egyszerűen azért, mert rányílik egy konyhára. A konyha az rekonstruálható, hogy tényleg konyha, mondjuk mai szemmel nézve egészen megdöbbentő rend van benne. Tehát a tányérok oszlopokba állnak, a ivóedények oszlopokba állnak, minden frissen el van mosogatva. Szóval olyan, mintha rendezett módon ért volna véget a idézőjel közösség élete. De kétség kívül, tehát itt nagy tömegű embernek kellett tartózkodnia, senki nem vitatja. Most ezen kívül, most esek megkapaszkodni, mert ez izgalmas dolog, ugye a kereszténység kialakulásának a legkezdeti időszakában járunk. Az épületeknek, vagy épületszerű építményeknek körülbelül a háromnegyed része merítőmedence. Itt nincs kecmec, meg tudjuk különböztetni a ciszternáktól. Szép számmal vannak ciszternák, a két dolog természetesen nagyon hasonlít egymásra, ezt gondolom el tudják képzelni. Ugye sivatagban vagyunk, a ciszterna életfeltétel. Tehát esővízgyűjtőkre szükség van, amiket láthatólag csatornák vezettek különböző irányokba. A kettő közt elég egyszerű a különbség, a ciszterna az ugye ez egy marha nagy, hogy mondjam, kialakított akna, feltétlenül vakolva van belülről, mert ellenkező esetben kizivárogna belőle a víz, és ennyi. Abban különbözik a merítőmedencétől, hogy a merítőmedence ugyanez, de ott lépcső vezet egészen le a fenekére. Tehát ott be lehet menni, nyilván a lépcsőn annál lejjebb kell menni, minél kevesebb a víz a dologban. Na most az, hogy ilyen tömegű merítőmedence van, ezt most elsősorban azoknak mondom, nyelvileg érdemes erre odafigyelni, ugye mi teljesen félre vagyunk a bibliafordításainktól vezetve, mi ugye az evangéliumok egyik főszereplőjéről úgy tudjuk, hogy az keresztelő Szent János. Most teljesen független attól, hogy a maga korában természetesen nem nevezték Szentnek, őt keresztelő Jánosnak nevezték, de a keresztelés az ugye a reformáció óta eltelt magyar nyelvben felvette tulajdonképp azt a jelentést, hogy ilyenkor mindenkinek egy keresztelő szertartás jut az eszébe a templomban. Teljes joggal egyébként, csak éppen ugye itt a baptizmóról van szó, ami egyszerűen annyit jelent, hogy a merítő. Jánosnak tulajdonképpen a mellékneve az volt, ez volt egy relatív újdonság az ő idejében és az ő tevékenységében, hogy János a merítő. Aki németül tud, annak talán. Van olyan, aki tud németül? Érdemes tudni, hogy a Taufennak, a megkeresztelninek egyszerűen a Taufen az etimológiája, szintén a bemeríteni. A héberül a mai napig így mondják ezt a tevékenységet, akkor is, ha valakit megkeresztelnek. Na most az első század elején vagyunk föltehetőleg, és még egyszer mondom, töménytelen merítő medence, tehát ha tetszik, rituális fürdő, de hogy mondjam, arra meg miért van szükség egyik a másik mellett? Tehát
Magyarul, ha volt itt valamilyen közösség, ami azért egy problematikus dolog, akkor minden jel szerint itt nem egyszeri, a mi értelmünkben vett megkeresztelésről volt szó, hanem a korai századoknak arról a vallási szokásáról, ahol a megmerítés napi gyakorlat. Tehát magyarul nem egyszerűen arról van szó, hogy egyszer s mindenkor az illető valamivé válik, hanem rituális értelembe vett megtisztulásról van szó, ami föltehetőleg a keresztség mögött eredetileg áll, és úgy tűnik, hogy ezt igen nagy mennyiségben csinálták. Most visszatérve arra a problémára, hogy nincs lakóépület. Ez természetesen egy alapos feltárással legalább meg lehetne próbálni tisztázni. Tényleg nincs lakóépület. De tisztán elméletileg természetesen lehetséges az, hogy a lakóépületek esetleg tök múlandó anyagból voltak. Ez nem lehetetlen, nem kell mindent kőből készíteni. Egy biztos, hogy itt lakóépületek nincsenek, akkor fölmerül az a kérdés, hogy lakhattak-e esetleg a barlangokban. Ami nem teljesen lehetetlen. Én személyesen azt a megszorítást fűzném ehhez, hogy a kumráni telepről, ugye ezt úgy tessék elképzelni, hogy ugyan állandóan júdeai sivatagról beszélünk, de ez nem abban az értelemben sivatag, amitől mi a Szaharát szoktuk asszociálni. Tehát ez nem homoksivatag, ez kősivatag. Mindenütt. Ez azt jelenti, hogy egészen valószínűtlen alakú és színű sziklák tömkelege. Az én számomra már 10 évvel ezelőtt is gyakorlatilag megmászhatatlanok. Na ennyit a Beduin pásztor gyerekről, aki kereste a birkát. A lényeg az, hogy itt valami egészen komoly, hogy mondjam, félfüggőleges szakadékfelületre kell felkúszni ahhoz, hogy az ember az első legközelebbi barlangot elérje. Nekem speciál nehezemre esik elképzelni, ahogy a kumráni, hogy mondjam, fűevők minden este takaródóra fölvonulnak ezen a, és nem zuhan le közülük senki soha, és el se vesznek, mint a beduin gyerek birkái. Nehezen tartom elképzelni, hogy a barlangban laktak, de az igazi probléma természetesen maga a tekercsek. A Golb egyszerűen azt a hipotézist veti fel, és ez nekem roppant plauzibilisnek tűnik, hogy ez egy könyvtár. Egyszerűen egy könyvtár. Tehát nem arról van szó, hogy itt körmölték a szerzetesek évtizedeken át, esetleg évszázadokon át a tekercseket, hanem valamilyen oknál fogva összegyűjtött, vagy egyszeri alkalomra összegyűjtött, vagy folyamatos használatra összegyűjtött könyvtár. Most emellett egyetlen egy dolog tűnik szólni. A legerősebb érv amellett, hogy ez egy könyvtár, az, hogy a kumráni közösség kifejezésünk az azon alapul, hogy a tekercsek összessége közül 2 olyan tekercs is van, ami közösségi, hogy mondjam, szabályegyüttes. Nem tudom, nyilván van valami normális a magyar elnevezése, tehát regula magyarul, tehát a közösség felépítését és hitelveit és hitgyakorlatát, kultikus gyakorlatát rögzítő szabályzat. Ez a szabályzat. 2 ilyen szabályzatunk van. Van velük egy súlyos probléma, figyeljék meg, hogy a kumránról és a holtengeri tekercsekről olvasnak, ezt még véletlenül se hogy mondjam, fókuszálnak erre a problémára, holott minden szakember tudja. 2 közösségi szabályzat van, amelyek azonban nem egyformák. Magyarul ez nem lehet egy közösségnek mind a 2 szabályzata szabályzata. Az egyik nyilvánvalóan nem, ha feltételezzük, hogy volt kumráni közösség, akkor az egyik a 2 közül, nem tudjuk melyik, az nem ennek a közösségnek a szabályzata, mert különböznek egymástól. Külön probléma még az, itt legalább érdekesebb dolgok jönnek szóba, hogy a 2 közül az egyiknek az a hivatalos elnevezése a mai napig a szaktudományban, hogy a damaszkuszi közösség szabályzata. De tessék megkapaszkodni, ez a közösség, aminek az a szabályzata, tényleg úgy hívja magát, hogy a damaszkuszi közösség szabályzata. Ez volt egyébként a kumráni tekercsek közül az egyetlen, amit már korábban is ismertünk. Ez egy hallatlanul izgalmas dolog. A 19. század második felében, nem tudom, ezzel a kifejezéssel találkozott már valaki, hogy a kairói geniza. Ez egy Kairóban, akkor ott még nagyon jelentős zsidó közösség élt, egészen a korai középkor óta. A kairói
zsinagógát egyszer azt hiszem renoválták, vagy valami ilyesmi volt a 19. század második felébe, és megpróbálták leglettelni a falat belülről, egyszerűen a falnak egy pontján beomlott a gletteléskor egy darab, és látták, hogy egy nagy luk van mögötte. Most ezt tudni kell, hogy szerintem erről beszéltünk is már, de mindenesetre ezt fontos felidézni, hogy a zsidó vallási tradíciónak minden papírja, az imakönyvtől az üzleti szerződésig, a válási okmányig, a házassági papírokig, nem részletezem, a kölcsönszerződésig, mindig mindennek vallási formulái vannak, tehát ezek bele vannak írva minden ilyen szerződés okmány szövegbe. Ebből következően a zsidó vallási tradícióba semmiféle papírt kidobni nem lehet, és nem lehet megsemmisíteni, egyszerűen azért, mert szerepelhet rajta az Isten neve. Már pedig mire szerepelne, ha egyszer vallási formulák, zsoltáridézetek, mit tudom én, mik vannak rajta. Az a rituális megoldás született nagyjából az időszámítás kezdete óta, hogy a már teljesen tönkrement és nem használható iratokat, vagy amik egyszerűen érvényüket vesztették, soha többé senki nem fogja használni, vagy imakönyv, amit olyan sokszor lapoztak, hogy saláta. Nem megsemmisítik, nem dobják ki a szemétre, nem égetik el, hanem eltemetik. Na most az eltemetés az a legtöbb esetben egyszerűen nem temetőben történik, hanem a zsinagógákat már eleve úgy építik meg, hogy legyenek a falban ilyen jelentős kiterjedésű üregek, amikbe fokozatosan teszik ezeket bele, mindig ráraknak, gondolom, valami fedőt, amik használják, és amikor megtelt, akkor egyszerűen befalazzák. Most ez a filológus számára egy kicses kamra, tekintve, hogy utána elfelejtik, hogy ez humbolt. Hát ugye nyitnak egy újat, azt kezdik el használni. Na most ez a korai középkorból való kairói zsinagógának a falában kiderült, hogy egy ilyet sikerült megtalálni. Na most, hát kapaszkodjanak meg, hogy itt mi mindent találtak. Ez valami körülbelül, én nem tudom, 300 000 darab. Mindenféle. Ebben vannak persze foszlányok is, amit egyszerűen tudjuk megállapítani, mi a franc lehetett annyira elhasználódó, de amik úgy per tangentem kikerültek. Maimonides eredeti kéziratai például. Aki nem tudja, a 12.-13. század legnagyobb középkori filozófusa. Aki valóban Kairóban volt egy ideig orvos, nyilván úgy kerültek oda a kéziratai, akkor Jehuda Halévi vállási okmánya, versei. Szóval mi egészen hihetetlen, és tömérdek olyan dolog, ami csak filológusoknak érdekes, hajónaplók, stb. Szóval ez egy egészen elképesztő, és előkerült egy teljesen ismeretlen szöveg, amelyben egy magát damaszkuszi közösségnek nevező közösség szabályzata szerepel. Senki soha nem tudta, hogy mi ez. Ha tudományosan akarnának vele foglalkozni, akkor például CD, Cairo Document név alatt is nyilván van tartva. Tehát mondom, ez a 19. század második felében került elő. Az iratból egyáltalán nem derült ki, hogy kié ez, mi a franc ez. Hát mindjárt eltették, ez most azt hiszem, hogy az Oxfordban van a könyvtárban, a kézirattárban. Kiadták már, szóval halatlanul izgalmas íz, és akkor egyszer csak egy beduin kisfiú jóvoltából egyszer csak előkerül egy kumráni barlangból a holtenger partján ugyanez a szöveg. És mondom, súlyosbítja a dolgot, hogy előkerült egy másik. Igen, két szót arról, hogy fogalmunk nincs, hogy miért nevezi magát a damaszkuszi közösség szabályzatának, de arra mindenkit szeretnék emlékeztetni, ez most félig privát asszociáció, csak én intuitíve eléggé izgalmasnak tartom ezt az ötletet, nem saját ötlet egyébként, csak engem teljesen lenyűgözött, hogy ugye azt mindenki tudja, hogy hol tért meg Pál apostol? A damaszkuszi úton. A saját leírása szerint úgy került a damaszkuszi útra, hogy kiküldték, hogy most már ne itt mindig csak helyben üldözze a keresztényeket, tessék üldözni a damaszkuszi keresztény közösséget is. Ugye ezt mindenki tudja, és akkor elindul Damaszkuszba, de útközben, hogy mondjam, végzetesen letérül az üldözési pályáról.
De azért elmegy Damaszkuszba, szóval Damaszkuszba végül is az életét megmentve lógatják ki, ha jól emlékszem, a falon valami kosárba. De nem ez az érdekes a dologba, hanem amit megint csak nem hívják fel kellően rá a figyelmünket, ezért erre nagyon szeretném felhívni a maguk figyelmét, mert ezt biztosan tudjuk. Az egyház eltitkolja, hogy a korabeli jeruzsálemi papság adhatott valóban utasítást Pálnak arra, hogy üldözze a keresztényeket, mit tudom én, Jeruzsálembe, Jafón, mit tudom én, különböző helyeken. Arra azonban mai tudásunk szerint marhára nem adhatott neki utasítást, hogy Damaszkuszban üldözze a keresztényeket, azon egyszerű oknál fogva, hogy a korabeli Júdea és Damaszkusz nem azonos ország volt. Nagyon egyszerűen, tehát a Római Birodalomhoz tartozott mindkettő, mind egészen különböző provinciák, egészen különböző provinciális adminisztrációval. Elgondolhatatlan lett volna, szóval körülbelül olyan ötlet, én nem is tudom, mint hogy ez körülbelül olyan ötlet, ha ez mond maguknak valamit, mint hogyha a, nem tudom, a Kádár rendszerben a magyar AVH utasítást ad valakinek, hogy Novoszibirszkben üldözzön valakit. Ne hülyéskedjünk, szóval egy maximum azt képzelhető el, hogy a szovjet ávótól segítséget kérni. De hát ilyen egyszerűen nincs. Ráadásul itt ugye egy rendkívül alárendelt helyzetben levő vallási közösségről van szó, amik az egyik római provinciából átmenne üldözni bárkiket egy másik római provinciába, tökéletesen elképzelhetetlen. Azt már csak zárólag jegyzem meg, hogy nekem még azzal is komoly történeti problémáim vannak, hogy, mint említettem maguknak, ugye Pál nem tud a júdeai háborúról. Következésképp arra kell gondolnunk, hogy ő 66-ban már nem élt. Ez legalábbis nem nagyon gondolható el máshogy. Tehát mondjuk ez a damaszkuszi üldözés mondjuk 60 körül kellett, hogy zajlódjék. Most mondtam egyszerűen találomra egy számot. Most azt nagyon nehéz, nekem nagyon nehezemre esik elképzelni, hogy Jézus meghal 33-ban. Mondjuk fogadjuk el a egyházi időszámítást, és 60-ban már Damaszkuszban, illetve 60 előtt, vagy mondjuk 60 körül, Damaszkuszban már akkora keresztény gyülekezet van, amit Jeruzsálemből neki fognának üldözni. Nekem speciál, személyesen nehezemre esik ezt elgondolni, de a fő probléma továbbra is az, hogy Pált nem küldhette ki senki Damaszkuszba. Na most akkor itt van a kezünkben ez a rejtélyes szöveg, a damaszkuszi közösség szabályzata. Egész egyszerűen megmondom őszintén, fölmerül az a teljesen bebizonyíthatatlan hipotézis, hogy a kumráni közösség magát valamiért Damaszkusznak hívja. Fogalmunk nincs, hogy miért, és hogy ez hogy képzelhető el, de egy biztos, minden esetre Kumrán és a Holtenger és a judeai sivatag barlangjai földrajzilag olyan helyen vannak, ahova ki lehet küldeni Jeruzsálemből bárkit azzal, hogy üldözzön ott valakit. Azt akkor már csak a vicc kedvéért jegyzem meg, hogy a kumrániak azon tekercsei, amik nem bibliai tekercsek, nem különböző bibliai tekercsek másolatai, nem szabályzatok, hanem a saját vallási okmányaik. Sajnos elég kevés ilyen van, de azért akad. Pontosabban itt se tudjuk, hogy ezek kumrániak-e. De minden esetre vannak saját, a saját vallási beállítottságot, a saját, hogy mondjam, kultikus gyakorlatot ábrázoló iratok előkerültek. Ezekben szerepel az, hogy végtelen gyűlölettel vannak a jeruzsálemi szentély iránt, és ebben szerepel, hogy akik kiküldték ide a gonosz papot. Na most itt érdemes, több alakot küldenek ki, az egyik kedvencem a gonosz pap. Történetileg elég nehéz azonosítani, mert olyan számba jut az ember eszébe az egész emberi történelemből gonosz pap, hogy nem tudjuk azonosítani, mégis ki a fenéről lehet szó. A másik ilyen, amit még ennél is nehezebb azonosítani, az a hazugságok prófétája. Na, körülbelül ilyen filológiai adataink vannak arra nézve ezekből a tekercsekből, hogy történelmileg próbáljuk megfogni, hogy mikor ez, kikről van szó benne. Marhasok nagyon érdekes szakirodalom, valamit érdemes elolvasni. A felületesebbek közt van néhány egészen zseniális ötlet, amik totálisan bizonyíthatatlanok, és már részben a
előbb említett filmek kategóriájába tartoznak, de ezek még értenek ahhoz, amivel foglalkoznak, csak kis meredek ötleteik vannak. Ez szerint például a hazugságok profétája Pál volna. A gonosz pap esetleg Kajafás. Na most ezek azok az esetek, amikor megpróbálják valóban a kereszténység kezdeteire rávetítve értelmezni a dolgot. Itt teljesen megáll a tudomány. Ugye azt mindenki tudja, hogy a kumráni közösséget a mai tudományos konszenzus nemes egyszerűséggel esszénus közösségnek hívja. Ugye ezt mindenki tudja, nem tudom, van-e az esszénusokról bármiféle ismeretük, óriási szakirodalma van. Én nagyon sokáig abba voltam, és úgy olvastam ezt az egész szakirodalmat, meg nem szakirodalmat, hogy hát milyen érdekesek ezek az esszénusok. Egészen addig, amíg döbbenten rá nem jöttem arra, hogy még azt se tudjuk, hogy ez a szó mit jelent. Most tessenek megkapaszkodni, nem csak, hogy azt nem tudjuk, hogy az esszénus szó mit jelent, de azt se tudjuk, hogy milyen nyelven van. Ennyit arról a hód bizonyos tudásunkról, hogy itt egy esszénus vallási közösség telepét és könyvtárát sikerült megtalálni. A dologról a eredeti tulajdonképpeni forrásunk az Josephus Flavius, első század, gondolom ez mindenki tudja, hogy kicsoda ő, Josef ben Mattityahu, papi származású, arisztokrata, galileai zsidó az első században, aki egészen valószínűtlen karriert fut be, már egészen fiatalon, azt hiszem nincs még 25 vagy 26 éves, amikor kitör a nagy júdeai háború, ahol természetes módon rábízzák Galilea védelmét. Tehát tulajdonképpen ő a legfontosabb hadvezér a háború elején Galileában, ez a mai Észak-Izrael nagy részt, ahol végül a sorozatos vereségek következtében ők beszorulnak egy Jotapata nevű erődbe. Ide el is mentem, hát gyakorlatilag nem maradt belőle semmi, kivéve néhány föld alatti barlangot. Ez a barlang, ez itt egy állandóan visszatérő motívum. Most a Flavius maga leírja, tehát akkor még Josef ben Mattityahu, leírja, hogy hát ők maradtak, mit tudom én, 10-15-en, akik ott egy föld alatti erődítmény részben még tartották magukat, a rómaiak közben már elfoglalták az egészet, és akkor hát, hogy mi legyen? Adják-e meg magukat? Hát mindenki vadul közli, hogy nem adja meg magát, amire a későbbi Josephus Flavius azzal a nagyszerű ötlettel áll elő, hogy hát akkor nincs más, hátra legyünk öngyilkosok. Mégpedig sorrendben egymás segítve az öngyilkosságban, törött gyufaszálakat szednek elő, hűlök, szóval valamilyen pálcákat, aki a rövidebbet húzza, azt a partnere megöli, és így, na most mit tesz Isten, az ötletadó marad utoljára. Ez a helyzet által, már mindenki meghalt, a későbbi Josephus Flavius, ezek után, hogy úgy mondjam, nem tudom, egy tógán van-e zseb, de mindenesetre zsebre dugott kézzel kivonult az erődből, és megadta magát. Furcsa képzeteink támadnak a pasinak a jelleméről, de az fontos tudni, hogy, hogy mondjam, az ember azért olyan végtelenül ambivalens, mert ez egy hihetetlenül okos és tehetséges csirkefogó volt, és végül is a, hát a század legnagyobb történetírója lett. Megadja magát, elviszik akkor még Vespasianus elé, Vespasianus táborába, aki hát, hogy mondjam, rövid úton kinyíratná. A romaiakat marhára nem érdekelte, hogy valaki megadja magát, de ennyiben a szovjet hadseregre emlékeztet. Amire az a döbbenetes dolog történik, hogy a Vespasianushoz a sátorba belépő későbbi Josephus Flavius felemeli a karját, és azt mondja, hogy Ave Cézár. Na most erre hát mindenkiben meghűl a vér, mindenek előtt azért, mert Vespasianus nem Cézár. Vespasianus a Cézár által kiküldött hadvezér. A egykori, őt innen vezényelték ide egyébként, oda, a dunamenti légióknak volt a parancsnoka, és a dunamenti légiók egy részével vezényelték leverni a júdeai felkelést. Amire természetesen Vespasianus közli vele, hogy ez egy nagyon szellemes megfogalmazás, ezt Josephus Flaviustól tudjuk, én szerintem Vespasianusnak nem volt ennyi esze, de fogadjuk el. Azt mondja neki, hogy hát egyszerűen nagyon súlyos bűnt követtél el ezzel a köszöntéssel, ugyanis nem vagyok Cézár. Következésképp ez felségsértés. Hát ez sajnos halál jár. Ám, mondta Vespasianus, ha Cézár vagyok, akkor meg mi nem jöttél előbb?
akkor mi az, hogy meg kellett ostromolnunk Jotapata erődjét, akkor is felségsértéssel állunk szemben, mert akkor a Cézár ellen közvetlenül háborúzott. Most erre ez a csirkefogó, akinek óriási műveltsége volt egyébként, nem csak zsidó dolgokban. Föltetőleg a párbeszéd görögül zajlott, szerintem a Flavius ekkor még nem tudott latinul. Annyit tudott, hogy Ave Cézár. A görögül zajlik a beszélgetés, és nekiáll a Septuagintából idézni Ézsaiás prófétát Vespasianusnak, és úgy exegetizálja, tehát úgy értelmezi a szöveget, hogy ő ezért merte ezt mondani. Most nem fogják elhinni, mi az az ézsaiási, messiási hely, amire hivatkozik. Az úgy kezdődik a Károli fordításában, hogy csillag kél föl Jákobból, királyi pálca támad Izraelből. Ez Ézsaiásnál, és mind a keresztény, mind a zsidó vallási hagyományban egyértelműen messiási profécia. Tehát azt jelenti, hogy el fog jönni a király, a messiás. Még egyszer, csillag kél föl Jákobból, tehát Jákob utóda lesz, aki megszületik, királyi pálca támad Izraelből. És a folytatás. Most ezt egyetlen hirtelen ötlettel nekiáll a Josephus Flavius úgy magyarázni, hogy mármint, hogy Izrael országából. Tehát nem Izrael népéből, az egész helyet átkezdi úgy értelmezni, hogy aki háborúzik, harcol Izrael földjén, abból támad a királyi pálca, és így tovább. Szóval egy nagyon szép, érdekes átértelmezése a ézsaiási helynek, amivel mindenesetre sikerült Vespasianust annyira zavarba hoznia, hogy Vespasianus utasítást ad, hogy egyelőre ne nyírják ki. Tehát ilyen kvázi háziőrizetben tartsák, és ez így tart három napig. Harmadnapra odaér a hír Rómából, hogy a dunamenti légiók Vespasianus Cézárrá kiáltották ki. És elindultak Róma felé, hogyha bárkinek ellenvetése lenne, akkor hogy mondjam, erős, ám ellenállhatatlan érvekkel ezeket az ellenvetéseket legyűrjék. Hogy úgy mondjam, van egy ajánlatuk, amit nem fognak tudni visszautasítani. Annyira, hogy Vespasianus császárként azonnal el is hagyja Palesztinát, elindul Róma felé, és a fiára Titusra bízza a háború folytatását. Mondanom se kell, hogy azonnal felszabadítják Josephus Flaviust, és a későbbiekben ez nem akkor rögtön történt. Vespasianus is császár lesz, halála után a fia Titus is császár lesz, és ők a Flaviusok nemzetségéhez tartoznak. Most egész egyszerűen örökbe fogadják József ben Mattitiahut, aki ettől fogva Josephus Flavius, azaz a Flavius házból való József nevet hordja. Mindegy, itt még van egy hosszantartó és elég dicstelen szerepe a júliai háború utolsó időszakában, ami bizonyos értelemben történelmi szerencsének fogható fel, hogy rendkívüli módon összebarátkozik Titusszal, akivel egykorú. És valóban kvázi családot alkotva, végül a háború után mindannyian együtt mennek Rómába, hol az udvar legszűkebb baráti köréhez, lényegében családi köréhez tartozik, természetesen kiválóan megtanul latinul, és hát a fő dolog az, hogy nekiáll megírni a nagy történeti műveit. Tulajdonképpen a júdeai háborúról ő a mi főforrásunk. Nincs is más forrásunk, utalások vannak a római történetíróknál is, de legtöbbnyire kivehető, hogy a római történetírók Josephus Flaviust olvasták. Na most mondanom se kell, csak egy izgalmas része az egész történetnek, hogy a Josephus Flavius természetesen a zsidó hagyomány, teljes kulturális, civilizatórikus hagyomány úgy reagált rá, hogy még a nevét is elfelejtették. Szóval ez a pasas a jövőben nem létezik. Az a szerencség, hogy Josephus Flavius két bekezdést írt Jézus Krisztusról a történeti művében. Ennek következtében a keresztény szkriptóriumokban az egész korai középkortól az újkorig megállás nélkül másolták. Tehát hihetetlen tömegben maradt fenn teljes Josephus Flavius, a zsidók története és a zsidó háború, valamint a Contra Appionem, ezt most nem akarom elmondani micsoda, de ez is megvan egyébként magyarul. Úgyhogy tulajdonképpen a keresztény kultúra tartotta fenn Josephus Flaviust, hogy üssünk egy léket ezen a történeten. Van a Talmudnak egy traktátusa, amit úgy hívnak, hogy Gittin. Nem érdekes? Ebben a traktátusban a talmudi, tehát a rabbinikus zsidóság
vallási értelemben vett megteremtőjéről van nagyon sok szó, Rabbi Yochanan ben Zakkájról. Ezt a nevet érdemes megjegyezni. Nagyon sok köze van ahhoz, hogy egyáltalán létrejött a szentély pusztulása után a judaizmus, és fent tudott maradni. A Rabbi Yochanan ben Zakkájról a Talmud leírja a következőket. Ő beszorul 68-ban a Jeruzsálemet védők közé, tehát magyarul beszorul Jeruzsálembe, akkor ő már egy elég idős ember, és hát látja mindazt a szörnyűséget, ami az akkor már haldokló, állandóan leégő kaja, és hogy mondjam, muníció nélkül maradt Jeruzsálem végpusztulása, beleértve a szentélyt is, aminek az a fő jellemzője egyébként, hogy előbb-utóbb az egészen radikális zelóta csoportok már egymás ellen is harcolnak Jeruzsálemen belül, mert mindegyik arra gyanakszik, hogy a másik meg akarná adni magát, tehát hogy feladná a város. De teljes bekerítésben van. Jeruzsálem már az alsóvárost elfoglalták a rómaiak, már a felsővárost ostromolják, és ekkor Rabbi Yochanan ben Zakkáj megkeresi a lányának a férjét. Az neki micsoda, veje? Megkeresi a vejét, akit úgy hívnak, ha jól emlékszem, hogy Abba Sikara. Ezt írja a Talmud. Most mihez tartás véget, ilyen név nincs. Az Abba az nyilvánvalóan atya, atyuska. A Sikara, ez nem egy héber szó, ez nyilvánvalóan a Sikarius latin szónak. Ez egy görbe tőr, amit gladiátorok használtak. Ez az zelótáknak egy másik elnevezése volt, hogy ők a szikáriusok, akik törrel követik el mondjuk a merényleteiket legkülönbözőbb helyeken. Megkeresi Abba Sikarát, ezt a Talmud láthatóan nem hajlandó a pasinak a saját nevét tudni, aki neki ezek szerint közvetlen rokona. És azt mondja, hogy ki szeretnék menni. A városból szó szerint így van a Talmudban, hogy egy kis szabadulást szerezzek. Egy kicsit. Ez nyilván azt jelenti, hogy a város természetesen nem tudja megmenteni, de valamit igen. Amire az Abba Sikara, aki ezek szerint egy zelóta csoport vezető figurája lehet, nagyon vakarja a Talmudban a fejét, hogy nem lehet a városból kimenni. Nem csak azért, mert a rómaiak körül zárták, tehát magyarul a város körül mindenütt frontvonal van, de súlyosbítja a helyzetet, hogy a kifelé menő kijárati lehetőségeket pedig a legkülönbözőbb zelóta csoportok őrzik, és nyilvánvalóan megölik, aki ki akar menni, mert hát miért akar kimenni? Nyilván azért, hogy elárulja Jeruzsálem védőit, meg egyáltalán ne menjen ki. Na de mégiscsak ki kéne valahogy jutni, mondja Rabbi Yochanan ben Zakkáj, és kieszelnek együtt egy fantasztikus kimeneteli lehetőséget, nevezetesen, hogy ugye nem a rómaiak itt a fő probléma, hanem az, hogy az őrségen, a belső őrségen kijusson, és kieszelnek egy fantasztikus megoldást, hogy meg kell halni. Az ellen ugyanis semmit nem lehet csinálni, hogy a mózesi törvények szerint, tehát a Tóra szerint halott nem maradhat a városban. És a temető nem lehet a városban. Mindenképp a városfalon kívül kell. Eltemetni, ez olyan súlyos törvény, hogy ezt nem lehet megsérteni. Rabbi Yochanan ben Zakkáj meghal, beteszik a koporsóba, és négy, hogy mondjam, Yeshiva Boher elkezd vele menni kifele a városból. Ez így a Talmudban nagyon szépen le van írva. Mondom csak, hogy megállítja őket az őrség, hogy hát ez micsoda dolog, mi nem vetik a csatornába. Akkor idézik. Nem tudom felidézni, de csodálatos az egész, mert úgy néz ki, mint egy Talmud tanháznak a vitája, az őrség és a cipekedő négy fiatalember között, hogy akkor idéznek nekik a Tórából egy helyet, hogy ahol mit tudom én, mert ha csatornába dobod, nem tudom, mi történik. Hát akkor nem tudom, mit csináljunk vele, legalábbis csapjuk a földhöz. Akkor arra idéznek valamelyik prófétai helyet, hogy mi lesz azzal, aki a földhöz csapja, nem tudom mit. Akkor végső kinyugba azt mondják, hogy hát tegyek le a koporsót a földre, és ők láncsával átszúrják, és aztán ki lehet menni. Na erre is hoznak valami egészen obskurus helyet a Mózes negyedik könyvéből, hogy miért nem lehet átszúrni. Tehát, hogy mondjam, egy vallási vitában megnyerik a meccset az őrséggel szembe, és kiengedik. Most a Talmud innentől kezdve lesz nagyon fura a számunkra, és immár a maguk számára is, mert a Talmud úgy folytatja, hogy Rabbi Yochanan ben Zakkájt egyenesen Vespasianus elé vezetik, és Rabbi Yochanan ben Zakkáj Ave Cézárral üdvözli
Vespasianus, Vespasianus azt mondja, most hogy ne bocsátkozok ismétlésekbe, hogy hát most halálos bűnt követtél el, mert nem vagyok Cézár, de ha az vagyok, akkor miért nem jöttél előbb. Az egész dolgot azért szeretném hangsúlyozni csak, mert a leghalványabb nyomunk nincs azzal kapcsolatban, hogy Josephus Flavius és Rabbi Yochanan ben Zakkai valaha is hallottak volna egymásról. Úgyhogy fogalmunk nincs, hogy ennek az egyezésnek mi lehet az oka. Az is lehet, hogy egyik se igaz, hanem ez egy vándortörténet. Tehát egy közös kultúrkincs, amit adott esetekben aktualizálnak írásművek esetében. Minden esetre, csak hogy világosá váljék, hogy a Rabbi Yochanan ben Zakkainak miért van olyan kiemelt szerepe egyébként a zsidó vallási tradícióban, amikor valóban megérkezik a hír, hogy Vespasianus császár lett, tehát Cézár, akkor azzal a kérdéssel fordul Rabbi Yochanan ben Zakkaihoz, hogy mit kíván? Ez feltetőleg ez már Josephus Flaviusszal is megtörtént, de valami egészen mást kívántak az adott helyzetben. A Rabbi Yochanan ben Zakkaitól ez a halhatatlan mondat maradt fenn, ez egy nagyon sokszor idézett híres mondat, hogy add nekem javnét és bölcseit. A javne az ma a Földközi-tenger partján egy kisváros Izraelbe, egész futólag jártam, csak annyit, hogy van ott egy atomreaktor, és ezen kívül semmit nem láttam a városból. A keresztény hagyományban nagyon fontos szerepe van, csak ott nem így hívják, ott úgy hívják, hogy Jamnia. Nem tudom, hát ha valaki teológia vagy egyháztörténettel óhajt foglalkozni, akkor ott elő fog jönni a jamniai zsinat kifejezés például, ami a keresztény egyháztörténetnek egy nagyon fontos állomása, de ez még egy tisztára rabbikból álló zsinat volt. A jamniai zsinat az, ami hát legalábbis a keresztény egyháztörténeti hagyomány szerint több évtizedes vitában dönt abban a kérdésben, hogy melyik bibliai írás kanonikus és melyik nem. Ezt a keresztény hagyomány úgy tartja számon, mint a jamniai zsinatot. Na most ez valószínűleg azonos a Rabbi Yochanan ben Zakkai által irányított javnei tanházzal, mert azt tudjuk, hogy itt egy kb. 200 éves vita jött arról, hogy pontosan melyik bibliai iratok részei a bibliai kánonnak, melyik miért nem része a bibliai kánonnak, illetve a rabbinikus zsidósághoz elsősorban ott van köze, hogy ugye közben lerombolták a szentét, megszűnt az áldozati szertartás, és ekkor ez az a pillanat, amikor a Rabbi Yochanan ben Zakkai adott a javnei bölcseknek utasítást arról, hogy a teljes szóbeli hagyományt kezdjék el leírni. Ez egy kulcskérdés, ugye eddig csak a bibliai szöveg, tehát a szentírás maga van, egyelőre rendkívül cseppfolyós, hogy mennyire kanonikus és mennyire nem, mi tartozik bele, mi nem tartozik bele, de van egy gigászi szóbeli hagyomány már eddig is, amit itt elkezdenek leírni, és hát egészen pontosan folyamatosan körülbelül a Krisztus után 600-ig írják. Ez, ami itt le lesz teljes egészében 600 éven át írva, ez a Talmud. Tehát az utasítás maga az Yochanan ben Zakkaitól származik. Na most a kumráni tekercsekre visszatérve, a Josephus Flavius beszél az Essénusokról. Ő lényegében azt mondja, hogy ő azt mondja, hogy filozófiai iskola, filozófiai csoport van a korabeli Izraelbe, és amikor elkezdi részletezni, akkor teljesen világos, hogy ő tulajdonképpen vallási pártokról beszél, azt nevezi filozófiai iskolának, mert hát valahogy a külvilág számára érthető nyelven kell előadni, próbálják meg elképzelni, hogy a római birodalom, hogy nem pogány értelmisége számára teljesen ehetetlen lett volna, ha ő elkezd arról beszélni, hogy szekták vannak. Mi az a szekta? Ugye a kereszténységnek a legelején vagyunk még. A pogány világban ez egy tökéletesen ismeretlen és megtelepíthetetlen fogalom, hogy dogmatikai nézeteltérések legyenek különböző csoportok között. Hát ez teljesen világos. Egyik csoportként ő megnevezi az eszénusokat. Ugye görögül maradt ránk Flavius szövege, ő nemes egyszer hol eszájojnak, hol asszájojnak nevezi ezeket. De most, erre már utaltam, de azért most még egyszer szögezzük le, nincs ilyen görög szó. Fogalmunk nincs, hogy ez micsoda. Az se világos, hogy ő miért nem magyarázza meg. A héberben és az arámiban próbáltak keresni megfelelőket. Az a baj, hogy lehet ilyeneket szép számmal találni, de hogy mondjam, szép számmal. Tehát fogalmunk nincs, hogy mégis melyik ezek közül az, amit ő így grecizálva
mint eszájolj, add le. Két helyen érinti nagyon erősen az eszénusokat. Az egyik kedvencem az, ahol részletesen leírja, hogy ez egy milyen békés világtól visszavonult fűevő társaság. A darazsat se ütik agyon, akkor se, ha megcsípi őket. Tehát ezt most el tudják képzelni ezeket a, hogy mondjam, buddhista lózungokat. Utána két fejezettel később nemes egyszerűséggel azt mondja, hogy az eszénusok vezére egy Johannes nevű figura, vagyis János, de nem tudjuk, kiről van szó, egy Johannes nevű figura, most tessék megkapaszkodni, aki kard nélkül nem hajlandó kilépni a háza kapuján. Na most, hogy ez hogy jön össze, ez a kettő egymással a békés fűevő világtól elzárkozott társaság, a kard nélkül ki nem lépne. A dologban az a legfurcsább, hogy ezt valamennyire tükrözni tűnik számunkra teljesen érthetetlen módon maguk a kumráni tekercsek. A kumráni tekercseknek egy számottevő része főleg a két közösségi szabályzat, amelyek nagyban eltérnek egymástól, de tényleg két fűevő brancs az egész, az egyikben vannak nők, tehát ez egy egészen alapvető különbség, és ráadásul mintha nem egy helyen élnének, hanem az ehhez a szektához tartozók szanaszét élnek Izrael földjén. A másik csoport láthatólag együtt él, de mind a kettő fűevő. A fűevőt most világos, hogy hogy értem, tehát hát barzongatóan szelídek. Ezt értem fűevés alatt. És akkor ott van a tekercsek között a Megillat HaMilchama héberül, ami nemes egyszerűséggel a háborús tekercs. Na most, ha abból indulunk ki, hogy volt egy kumráni közösség, ezek a tekercsek mind a kumráni fűevő közösség tekercsei, akkor ebből enyhén szólva kilóg a háborús tekercs. Megvan magyarul egyébként, akit érdekel, el tudja olvasni. Én szerintem ezt a Komoróc is lefordította már az Osirisnál megjelent kötetében, ami a Holtengeri tekercsek címet hordja, és a nagy tekercsek vannak lefordítva benne. Nem tudom, 8-10 a 8-10 legnagyobb. A Fröhlich Ida pedig, aki a Pázmányon van, ő gyakorlatilag lefordított már mindent, annak már két kiadása is van. Annak is gondolom az lehet a címe, hogy a kumráni tekercsek, vagy a holtengeri tekercsek. Ő még a töredékeket is. Tehát ahol egyáltalán értelmes szöveg még kihüvelyezhető volt, azt lefordította. Tehát van magyar kiadása is a tekercseknek. A háborús tekercs az első olvasásra tulajdonképpen az egész világtörténelmet lezáró utolsó nagy apokaliptikus háborúról szól, amit a fény fiai vívnak a sötétség fiai ellen. Az első mondat, parodizálom, de idézni szeretném az első mondatot, mert az nekem mindig nagyon tetszett, hogy mikor kezdődik. Tehát, hogy mikor lesz ez az utolsó apokaliptikus háború. Az első mondat úgy kezdődik, hogy amikor a fény fiai kinyújtják kezüket a sötétség fiai ellen. De akkor kezdődik. Egész pontos datálással rendelkezünk. Ha lefordítjuk magyarra, akkor a mondat ugye tulajdonképpen azt jelenti, hogy akkor kezdődik, amikor kezdődik. Amikor elkezdik magyarul. De egyébként a szöveg baromi szép, és tényleg ezt az utolsó szörnyű háborút írja le, de csatáról csatára. Tehát olyan, mint egy gigászi apokaliptikus szöveg. Ismerünk apokaliptikus szövegeket, tehát tele vagyunk apokrif apokalipszisekkel, illetve van egy konkrét apokalipszisunk, ugye az Új Szövetség utolsó írata, a János jelenései. A háborús tekercs az második olvasással lesz az embernek gyanús. Ugye első olvasással, hát Istenem, itt most nem az van, hogy a nap vértóba száll, meg a égboltot feltekercselik, mint egy papírtekercset. Egy jobb apokaliptikus szövegekben ez van, meg egyáltalán vérzuhatagok és nem tudom, kozmikus katasztrófák. Itt nem ez van, itt egy szörnyűséges nagy háborúnak a leírását olvasunk, de ugyanolyan apokaliptikus és mindent lezáróan végzetszerű, mint egy normális apokaliptikus szöveg. A probléma az, hogyha az ember elkezdi olvasni, akkor egy idő után második olvasásra már, ha már nem unja annyira, akkor fölfigyel arra, hogy még az is le van benne írva, hogy a pajzsokon milyen emblémák vannak. Jó, hát ez apokaliptikus fantázia, belefér. Aztán kiderül belőle, hogy a támadási és visszavonulási kürtjelek egyenként le vannak írva. Nem csigázom magukat tovább. Tulajdonképpen a teljes szövegből lassan világossá vált, hogy ez egy teach yourself valójában. Tehát nem arról van szó, hogy egy elképzelt apokaliptikus háború, arról is.
Valójában ez egy gyakorlati hadművészeti kézikönyv, ami arra való, hogy a sereget felkészítse erre a háborúra, és nagyon sok olyan része van, ez már csak harmadik olvasásra derül ki, amiből rájön az ember, hogy ez egy gyakorlati kézikönyv. Tehát azt írja le, hogy hogy kell gyakorolni, hogy kell felkészülni magyarul erre a háborúra, hogy kell megvívni, stb. Nagyon fontos, amit mondok, tehát ez egy egyszerre apokaliptika és ugyanakkor egy gyakorlati kézikönyv. Még egyszer mondom, most tessék arra asszociálni, hogy békés, fűevő, világtól elvonult esszénusokról beszélünk. Ha az övék volt, a háborús tekercs. Ha nem az övék volt, akkor viszont ez egy könyvtár. Vagy pedig nem tudom, hogy mondjam, ez volt az a komiksz, amivel szórakoztatták magukat esténként. De ezzel nem tudjuk beleilleszteni valahogy ebbe a képbe a dolgot. Külön ezt a Vermes Géza, oxfordi tudós, aki most már nagyon öreg, ő a kumranológia egyik legnagyobb figurája, sok könyvet írt a kumrani tekercsekről. Az ő felfedezése volt nem is egyedül egyébként, aztán átadta egyéb ókorászoknak, hogy vizsgálják tovább, és igazolták. A Vermes azt kezdte el vizsgálni a háborús tekercsem, most már záró poénnak szánom, azt kezdte el vizsgálni, hogy ugye ez úgy néz ki, mint egy katonai szakkönyv. A probléma az, hogy kigyűjthető a Bibliában, tehát a teljes bibliai héber ószövetségben, mondjuk körülbelül 300 szó van, ami a hadművészettel kapcsolatban hozható. Hát mert azért alapvetően a Biblia nem egy hadművészeti kézikönyv, szóval szerepel benne háborúk, úgyhogy mit tudom én, a Gerelyre van legalább 3 különböző kifejezés, de azért, hogy mondjam, határai vannak a Biblia katonai szókincsének. A Vermes azt kezdte vizsgálni, hogy hogy lehet ilyen tömegű háborús ügyet leírni héber nyelven, mert héberül van a szöveg, ennyire szegényes szókincsel. És rájött arra a nyelvi vizsgálat során, hogy nem írja le ennyire szegényes szókincsel, hanem kolosszális tömegű nyelvi neologizmus van benne. Tehát van benne egy komplett olyan héber hadművészeti nyelv, ami a Bibliában nincs benne. Na akkor nekiállt kigyűjteni ezeket a szavakat, és egyenként megvizsgálni, hogy mégis hogy hozták létre. Hogy mondjam, hogy a Kazinczy féle nyelvújítás hogy zajlott a Krisztus utáni első században, Qumránban. És döbbenten rájött arra, itt jön a frappanó az egészben, hogy ezek a szavak olyan módon, és ez konkrétan 3-4 kifejezésen be is bizonyítható volt, hogy latin nyelvű római hadművészeti kézikönyv tükörfordításai. Most nem tudom, próbálják ezt a gondolatot most megemészteni, nekem is hosszú időbe tellett magyarul. Akik a júdeai sivatagban, tételezzük fel, megírták ezt az apokaliptikus tekercset, a háborús tekercset, ha tetszik, jó és rossz végső küzdelméről a világban, azok előtte latin nyelven római hadművészeti kézikönyveket olvastak. Ennek a horderejét őszintén szóval át sem vagyok képes látni, nem tudom. A súlyosbítja a dolgot az, hogy egészen up-to-date-ek voltak. Ezt sikerült megállapítani, ugyanis a egyik, hát ezt most csak így emlékezetből egész távolian tudom elmondani, az egyik alsó lábszáron használt vértezetre egy olyan kifejezés használ héberül, amit ha visszafordítunk latinra, akkor azonosítható a római nehézgyalogság, tehát a manipulusok által használt olyan alsó lábszárt védő bronzvértel, amit, most tessék megkapaszkodni, Julius Cézár rendszeresített a római haderőnél. Magyarul egészen friss volt. Ha tetszik, ugye a Krisztus előtti első századról beszélünk Cézár esetében. Szóval nem is tudjuk hova tenni az egész történet. Teljesen nyilvánvaló, hogy arról a páncélzatról beszél, annak a latin kifejezését ismeri, és fordítja le egy addig nem létezett héber kifejezésre, és mindez bele lesz dolgozva ebbe az apokaliptikus végső háború taglaló tekercsbe. Na most, hát akkor itt megint megáll a tudomány, fölmerül ugyanis az a lehetőség, hogy Qumránnal az történhetett 68-ban, én egyébként hajlok arra, hogy ez történt, hogy csatlakozott a háborúhoz.
Itt lehet emellett felhozni bizonyítékokat és ellene. Ellene szól, ebből ugyanis azt következne, hogy harcban pusztult el Qumran. Hát magyarul tudjuk, hogy a Maszada felé vonuló 10. légió az átment ezen a terepen. És aztán évekig ostromolta Maszadát. A probléma a dologgal az, hogy legalábbis a Devaux-féle régészeti kutatás során, tessék megkapaszkodni, egy, azaz egy darab nyílhegy került elő Qumranban. Most ez nem tipikusan az a helyzet, amikor feltételi az ember, hogy hosszú harcokban végre a rómaiaknak sikerült elfoglalniuk. Qumran természetesen nem lehetetlen. Az is lehet, hogy valaki oda jött, gyerekek összeszedték a nyílhegyeket, de nehéz elképzelni. Még ehhez a régészeti abszurdumhoz tartozik egyébként az is, hogy Qumranban, ugye a szkriptóriumban írták a tekercseket, ezt talán már említettem. Most ehhez képest régészetileg összesen két darab tintatartó került elő Qumranból, amit hát ilyen diadalmasan azóta is mutatnak a múzeumban, hogy hát na, ezekkel írták a tekercseket, amire hát a Golbnak van az a megjegyzése, hogy ez valóban hiteles, biztos, hogy írtak valamit, hogyha tintatartók kerültek elő, két darab, de ő szeretné megjegyezni, hogy a római limeszeken nincs az az ócska katonai iroda, ahol nem találtak volna a régészek minimum két tintatartót, és azért az még senkinek sem jutott eszébe, mondjuk, hogy az Aquincumi támaszponton a római légiók tartósan tekercseket karmöltek volna éjjel-nappal. De előkerült két kalamárissal tintatartó. Szóval magyarul tulajdonképpen marhára nem tudjuk ezt a Qumran dolgot megemészteni. Ja igen, ami mellette szól, viszont ez fontos. Tehát, hogy valami köze Qumrannak van a háborúhoz. Ugye nem kell elmondanom, hogy Maszada micsoda, meg erre most már időnk sincs, de a maszadai erőd az egy teljesen régészetileg nagy szakértelemmel komplettül feltárt valami, és Maszadában, a maszadai falban, tehát magában az erődítménynek a falában, ami olyan 4-5 méter vastag helyenként, úgy tűnik, hogy a védősereg részben lakott a falban. A falban előkerült valami, ami a korabeli imaházakra, zsinagógákra emlékeztet, valószínűleg az is volt a funkciója. Ugye az ide bezárt sereg, az nem férhetett hozzá a jeruzsálemi szentélyhez. Ráadásul közben a szentély el is pusztult. Tehát valószínűleg ez egy berendezett imaház, tanház, a fene tudja mi volt, amelyek rendkívüli módon megégett a padlója. Nyilván, amikor elfoglalták végül a rómaiak Maszadát, és hát ezt a teljesen elszenesedett padló réteget, ezt a régészek hallatlan óvatosan felszedték. És nagyon érdekes módon a megégett padló alatt, tehát kvázi eltemetve, találtak megégett tekercs töredéket. Na most a megégett tekercs töredékből amennyit föl lehetett deríteni és megfejteni, annyi derült ki, hogy ez egy naptár. Ami hát ennél a típusú vallásnál, de ez még a pogány vallásoknál is egyértelműen vallási naptárt jelent. Tehát magyarul az ünnepek egészen pontos listája kiszámíthatóan, hogy az ünnepet pontosan mettől meddig kell megülni, stb. Stb. Ez a vacak, ami előkerült, viszont azonosíthatóan nem azonos a mainstream zsidó vallásnak a naptárával, egy kis eltérést mutat fel, ami pontosan megfigyelhető módon a Qumrani naptár. Pontosabban a Qumranban talált közösségi szabályzat egyikének a naptára. Amiből hát józan ésszel az következhetne, hogy vagy a rómaiak elől menekülve, vagy harcban alul maradva, amennyiben volt Qumranban közösség, az egyrészt a könyvtárat elrekkentette a barlangokba, néhány fontosabb tekercs, már pedig egy vallási közösségnek a naptára az egy borzasztóan fontos tekercs, ezek átmentek az onnan néhány kilométerre levő Maszadába, és beálltak a védők közé. Hát ez lenne az egyik verzió. Az a baj sajnos, hogy ugye a tudomány és a régészet tudomány úgy működik, hogy egy bizonyíték nem bizonyíték. Tehát magyarul minden további nélkül elképzelhető, de sose fogjuk megtudni az igazságot, hogy az a tekercs úgy került oda, hogy elcserélték egy zsák krumplira. Mondjuk a krumpli nem jó példa, mert ugye azt Amerikából hozzák be, de szóval valamire, ami ehető. Ostrom idején ez minden további nélkül elképzelhető, de csak utalni szerettem volna rá, hogy valami kapcsolat van valószínűleg Qumran és Maszada között, tehát a háború és a háborús tekercs birtokosai között, csak nem tudjuk megfejteni. Köszönöm szépen a figyelmet, majd folytatjuk. Elhangzott Rádió Egyetem, Bibliai Kánon és Vallásfilozófia, Tatár György,
a holtengeri tekercsek. Az ELTE BTK-n 2011. november 9-én elhangzott előadás felvétele. Hangmérnök Kenyeres Balázs.